A Harmónia Természetgyógyászati Ház 2 éve kezdte meg működését Bolyban, azonban elmondhatjuk, hogy 18 éves múlttal rendelkezik maga a természetgyógyászat a településen. Mi az a hármas pillér, amire ez építkezett akkor és a mai napig is? Igen, ez a ház a 18 éves természetgyógyászati ismereteimre és megtanult módszerekre alapozódva végzi a munkáját. Valóban három pillérben gondolkozom. Az első alapja, tehát az alapjának az első pillérje a testtel kapcsolatos segítés, megsegítés. Ezt a Joalis módszerrel végzem itt a Harmónia Természetgyógyász Centrumban, ez egy műszeres állapotelemzés. Nem mondok szándékosan diagnózist, mert nem diagnózis, állapotfelmérésnek sem egészen igazándiból helyes kifejezés. Tehát egy állapottal kapcsolatos elemzést tudunk elvégezni. Miért van erre szükség? Az embereknél jelentkeznek különböző tünetek. Először egy tünet, aztán két tünet, aztán több tünet, tünetegyüttesek. Akkor, amikor már tüdetegyüttesekről beszélünk, akkor tüdetegyüttesről beszélünk, akkor már többségében betegségről is beszélhetünk. Tehát célszerű addig, amíg egy tünetem vagy kettő tünetem van, ezt az állapot elemzést, feltérképezést elvégezni, és akkor tudunk természetgyógyászati módszereken segíteni a tüneteket megválaszolni. Mert a tünetek az egy SOS, egy Morzé jelzés, a szervezet segítséget kér. Természetes hatóanyagokkal és terápiákkal tudunk segíteni. Akkor, amikor már tünet együttesek vannak, az egy sokkal komplikáltabb dolog, és amikor elérkezünk ahhoz a lépcsőhöz, akkor én úgy gondolom, hogy orvosi segítségre is szükség van, mert a természetgyógyász tudás az azért már nem hivatott arra, hogy orvosként tetszelegjen. A második pillér ugye a lélekkel kapcsolatos dolog, és többször beszéltünk már itt a házban a transzcendentális mantra meditáció lehetőségéről, különböző jóga lehetőségekről. És a harmadik pillérje pedig a fizikai aktivitás. És erre alakítottuk meg ezt a C9 klubot, amiről szintén már tájékoztattuk a kedves nézőket. És így ez a három dolog együttesen tudja az egészet, az egészséget adni, mert hiába emelünk ki egy tevékenységet, vagy egy eszközt, vagy egy lehetőséget, például a transzcendentális mantra meditációt, azzal egyedül tünetet csökkenteni nem biztos, hogy sikeres. Egy biztos, hogy ezt a hármas egységet fenntartani, ez egy óriási kihívás, és ide kellenek a szakemberek, hogy valamennyi területről gyakorlatilag ez a mederbe terelés megtörténjen, mert hogyha a lélek és a test egymástól egy kicsit eltávolodik, akkor van probléma az ember szervezetében. Igen, és van egy kínai mondás, amit a természetgyógyászati Pécsi iskolában hallottam először a doktornőtől, hogy a testet tartsd úgy karban, hogy a lélek jól érezze magát benne. És ez nagyon igaz. A lépcsőnél tartottam, és folytatnám a gondolatmenetedet. Amikor elérkezünk arra a szintre, hogy orvosi segítségre van szükségünk, szolgáltatás bővítésben gondolkozom, és felkértem ezt a doktornőt, akit most név nélkül nevét nem említettem, dr. Forrai Mártáról van szó, népszerű, közismert pécsi orvos, természetgyógyász iskolát vezet, és ebben az iskolában végeztem én is, és ő a személyes tanácsadóm is, büszkén elmondhatom. Tehát bármikor olyan problémával vagy tünettel találkozom, ami meghaladja az én tudásomat, bármikor azóta is segít nekem, nem csak az iskolában. Felkértem őt, hogy a Harmónia Természetgyógyász Centrummal együttműködve próbáljunk az egészségért tenni. Erre ő igent mondott, és a szolgáltatás bővítésnek eleget téve egy teljesen új technológiát, egy új lehetőséget hozott bizonyos tüneteknek a megoldására. Hol találkozhatunk vele? Gyakorlatilag előfordulhat-e az, hogy Bolyban rendel akár, és ad tanácsokat azoknak, akik rászorulók és bizonyos problémákkal küzdenek? Igen, a doktornő vállalta megfelelő létszámú jelentkezés esetén. Itt a Harmónia Házban tanácsadói napot fog tartani, és el fogja mondani ennek az új lehetőségnek a személyre szabott változatát.
Széplagi Ferencné felvezetője után ismerkedjünk meg dr. Forrai Márta háziorvossal, természetgyógyásszal, aki nem első alkalommal jár bolyban, hiszen régi kapcsolatnak köszönhetően már sokszor megfordult a településen és itt a Harmónia házban. Milyen a komplex kapcsolat a két természetgyógyászati centrum között? Valóban közel 18 éve ismerem a Magdit, és alternatív dolgok kötnek össze bennünket, tehát egy kiegészítő gyógymód használata a beteg jobb állapotba kerülése érdekében. Mondhatni, nincs gyermekcikkben a természetgyógyászat itt a megyében, hiszen ez a 18 év, ez csak nem két évtized, rengeteg tapasztalattal, információval, amely gyakorlatilag kamatoztatható a mindennapi gyógyításban. Valóban szép eredményeket tudhat maga mögött ez a kis csapat? Igen, én nem bántam meg, hogy sok évvel ezelőtt ezt az utat is választottam a hagyományos orvoslás kiegészítésére, bár a kollégák nem egyértelműen pozitívan szemlélik ezt, de én úgy gondolom, hogy ezzel több lehetőséget adok a betegnek a gyógyulásához. Tehát akkor gondolom sokan meglepődnek azon, hogy egy szteroid vagy egy non-szteroid gyógyszer mellett mondjuk valami gyógynövényt is javasol, gyógymód talán? Igen, bár én elsősorban nem gyógynövényeket, nyilván azt is, hanem életmódi tanácsokat, akupunktúrát és más módszereket használok. Tehát esküszik az injekcióra és a tűre? Igen, de nem a hagyományos, nem csak a hagyományos értelemben, hanem alternatív értelemben is. Néhány éve megismertem egy olyan eljárást, amit hát tűvel kell beadni, tehát egy olyan injekciós termékcsaládot, ami fantasztikus eredményeket tud produkálni a fájdalomszindrómák esetén, illetőleg a szépítészetben, tehát az idő, a korral belejáró ráncosodás, illetőleg a genetikusan örökölt korai bőrproblémák esetén. Ezek szerint vannak csodaszerek? Nem mondanám csodaszernek, nagyon jó szernek mondanám, ami mellékhatásmentes, ami megint csak az én szempontomból, meg aki a komplementer orvoslást végzi, vagy komplementer módszereket, ott fontos, hogy hatás jó legyen, de a mellékhatás minél minimálisabb. Valakitől hallottam a közelmúltban, hogy ha 40 éven felül valamink nem fáj, ha felébredünk, akkor meghaltunk. Egy szóval valahol természetes is, hogy kopunk a magunk módján, és hát, hogyha azt mondom, hogy ráncosodik a bőrünk, akkor ez is velejárója néhány X után. Úgyhogy ezek a különböző eszközök és szerek mindenképpen hasznosak lehetnek, úgymond az élet viszontagságának elviselése érdekében. Valóban. Mit tud ezekről elmondani? Gyakorlatilag hány alkalom kell ahhoz, hogy egy terápiát gyakorlatilag hasznosan és eredményesen le tudjunk zárni? Egy nő mindig nő, tehát látom az unokáimon is, hogy 5 éves korban már egy kész nő, de egy 86 éves hölgy is nőnek érzi magát, tehát nem mindegy, hogy hogyan néz ki, nem mindegy, hogy hogyan jelenik meg. Szeretné, ha egy picit, esetleg egy pár évvel fiatalosabbnak hat. Nem fiatalnak, hanem fiatalosabbnak. És ezzel tulajdonképpen a komfort érzését növeljük, mert hogy jobban érzi magát a bőrében. A másik oldal, ami a termékcsalád tartalmaz, az injekció, amelyet izületi problémákra lehet alkalmazni, degeneratív, tehát korral együtt járó kopás, gyulladásos izületi megbetegedések, illetőleg sportsérülések esetén. Minél akutabb a probléma, annál úgymond gyorsabban lehet hatást elérni, tehát sportsérülések esetén fantasztikus néhány hét alatt vissza lehet állítani általában az embereket. Különösen egy élsportolónál ez nagyon nem mindegy, mert nyilván addig kimarad az anyagi juttatásból, illetőleg az erkölcsi elismerés sem olyan, hogyha otthon fekszik. Idősebb korban pedig az életminőséget tudja javítani az injekció
igénybevétele. A kérdése még arra is szólt, hogy mennyi az annyi, tehát hány darab injekciót kell beadni. A javaslat akut esetben sűrűbben, tehát akár két naponta, krónikus esetben pedig heti egy alkalommal. És hogy mennyit? Hát ez az állapottal függ, amíg a beteg jól nem érzi magát. Számszerűsítve ez általában 5-10 alkalmat jelent. 10-nél semmiféleképpen sem többet. Egyéb iránt milyen visszacsatolás van az ilyen jellegű injekciók alkalmazása kapcsán? Gyakorlatilag, ha egy a kúrán túl vagyunk, a beteg úgymond tünetmentesen végezheti a mindennapokban a sportolástól? Fantasztikus visszajelzések vannak. Azt mondhatom, hogy ennyi sikerélményem, mint az utóbbi években volt, gyakorlatilag az orvosi pályafutásom alatt sem volt. Tehát ez mindenféleképpen egy jó érzés, hiszen az orvosok nagyrészt azért mennek, azért tanulják ki az orvoslást, hogy segítsenek, és ez kimeríti ezt a fogalmat. Ezzel maximálisan lehet segíteni. Bocsánat. No és persze nem mindenki sportoló és élsportoló, tehát itt akár mondjuk egy szederkényi, egy nagynyárádi, vagy egy dunaszekcsői nagymama mondjuk 60 évesen fájlalja a derekát, vagy a combját, vagy az ízületeit, akár a könyökét, vagy a térdét, akkor ez az injekció ugyanolyan hatásos tud lenni? Természetesen. Így van. Ez egy alacsony dózisú kollagént tartalmaz többek között, ami szignálként, jelzésként kerül be a szervezetbe, és termelteti a saját kollagént, és ezáltal megerősíti az izületben résztvevő struktúrát, és tulajdonképpen okiterápiaként is felfoghatjuk. A fájdalomcsillapítás nem azonnalos, mint egy fájdalomcsillapító esetében, hanem többedik alkalomra fejlődik ki, hiszen ez a regenerációs hatás nem azonnal alakul ki, hanem hetek alatt. A Harmónia Természetgyógyászati Ház jellemzője itt bolyban a komplexitás, tehát elképzelhető, hogy valakinek fáj mondjuk az ízülete, az azért is van, mert rossz életmódot folytat, súlyfeleslege van, ezáltal jobban terhelődik az ízület, lehet, hogy sportolnia kellene, teljesen más életmódot választania. Elképzelhető, hogy vitaminok és mi egymás is kell egy csomagba, hogy egészségesebbek legyünk. Pontosan. Az egy dolog, hogy az ízület állapotát jobbítani tudjuk, illetőleg megszüntetjük hosszabb távon a fájdalomokat, de az életmód az nagyon fontos. Tehát, hogyha ugyanazt az életmódot folytatja valaki gyakorlatilag x idő múlva, a probléma vissza fog térni. Tökéletesen igaza van, hogy a táplálkozásban is reform törekvéseket kell megvalósítani, és amennyiben szükséges, és legtöbbször szükséges, kiegészítő kezelést kell még alkalmazni, ami lehet tabletta, vitamin, kollagén tartalmú szer, vagy egyéb zselatin tartalmú szer, tehát olyan, ami az ízületnek az állapotát tovább tudja javítani. Szakemberként ismerve a Harmónia Természetgyógyászati Ház tevékenységét bolyban és a térségben, hogy látja, mennyire illeszkedik az önkoncepció az ön működésükben, hogy kívánja kamatoztatni az ön tudását ebben a rendszerben? Az én tapasztalatom szerint a fájdalomszindróma az a leggyakoribb ok, ami miatt az orvoshoz fordulnak az emberek. Nem feladatom, hogy a gyógyszerekről beszéljek, de én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy gyógyszer mellékhatás nélkül nincs, vagy legalábbis nagyon kevés van. Azért is becsülöm ezt a szert, mert kifejezetten jó hatása van, de mellékhatás nélkül. Minden korban, minden állapotban, minden gyógyszerrel együtt adható. Én azt hiszem, hogy ennél többet egy orvos nem kívánhat, hogy ilyen szer legyen a kezében, ilyen lehetőség legyen.